Kérünk élesztő egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A hagyományokhoz híven Kismányokon a magyarok nagyasszonya templomban tartottak ünnepi szentmisét nagyszombaton. A keresztény szokások szerint ezen a napon többek között kalácsot, sonkát, tojást és gyertyát visznek a lakosok a helyi székelyporta udvarára, ahol úgynevezett kokonyaszentelést tartanak. Bukovinai székelyeknél, biztos máshol is, de a bukovinai székelyeknél kimondottan ugye nálunk hagyomány a kokonyaszentelés, ételszentelés. A székelyek azok kokonyának nevezik. Végül is magáról a kenyérről, tehát a kalácsról nevezték el, tiszta kalács, így is nevezték. Tulajdonképpen is hát ennek az emlékét próbáljuk meg itt is ugye folyamatosan, hiszen mi már gyerekkorunk óta, én magam legalábbis hasonlóan végig, és azóta is folyamatosan ugye a magyar, illetve a bukovinai székely lakta településeknél nagyon sok helyen megtaláljuk ezt a hagyományt, ami végül is a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, tehát a hús, a feltámadás, és akkor ugye nagyszombati ünnepkor, illetve mise után történik ez, amikor a pap megszenteli az ételeket. Illés Tibor a nagybőjttel kapcsolatos történetekről és szokásokról is mesélt. Bőjt időszak kezdetekor szokott lenni a gyerekeknek ugye egy ilyen, ugye mesével szokták ugye tulajdonképpen fölvezetni, és hát a bőjtnek a miértjét többek között, ugye, hogy Koncz király és Vajda ugye összeverekedik, és hát ki a győztes, ugye, hát Koncz király legyőzi Cibere Vajdát, ugye Cibere az egy bőjtös étel nálunk, bukovinai székelyeknél, és most megfordul a dolog, úgyhogy most tulajdonképpen a mai éjszaka, ugye tulajdonképpen a vasárnap hajnalban ugyanúgy hasonlóan megint harcolnak egyet, és akkor most viszont a Cibere Vajdát győzi le a Koncz király, és tulajdonképpen így megszűnik a bőjt időszak, hát a Koncz az maga ugye a zsíros ételek, a húsételek, úgyhogy hát a gyerekeket szokták így elkábítani, és akkor mi, tudom, mi is abban az időben elmentünk, aztán kerestük a pisztolyokat, meg a fegyvereket, hogy hol harcoltak. Hát érdekes ilyen régi monda végül is, úgymond egy emlékként. Atyának, fiúnak, Szentléleknek áldása, szálljon le ezek le az eledelekre, és maradjon is rajtuk mindenkor. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Elmondta, már több éve állandó résztvevője az eseménynek. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztusnak a feltámadását ünnepeljük, és ez az ünnep zárja le a 40 napos bőjti időszakot. Nagyszombat délután szinte minden településen a katolikusok körmenetet tartanak, és a szentmise után lehetőség van az ételszentelésre. Régebben ezt a hajnali mise által végezték el, húsvét vasárnap, de most már inkább nagyszombaton kerül erre sor. Mi székelyek is megőriztük ezt a hagyományt, és most már jó néhány éve itt Kismányokon találkozunk, és a hagyományok alapján az ételszentelést itt végezzük el a székely portának az udvarán. Jó látni azt, hogy a rossz idő ellenére ilyen sokan összegyűltünk, és hát reméljük azt, hogy a következő években is erre a hagyományőrzésre, az ételszentelésre sor kerülhet. A rendezvényt követően szeretett vendégséggel kedveskedtek a résztvevőknek.